Jézus nem mondott olyat, hogy menjetek és tegyétek gyülekezeti tagokká a népeket. Úgy értem, őszintén, a legtöbben így gondolkodnak. Nos, a mi gyülekezetünknek 8000 tagja van, de mennyi a tanítvány ebből? Hát, talán 23. Azt hiszitek, nem gondolom komolyan? Megmutatom, mit mond az Apsel 11.26. A tanítványokat pedig Antiókiában hívták először keresztényeknek. Tudjátok, a keresztény szó csak háromszor fordul elő az Új Szövetségben. Itt van az egyik ilyen. Milyen embereket hívtak kereszténynek? Nem hallottam. A tanítványokat? Így van. Tehát, akik nem tanítványok, azoknak nincs joguk kereszténynek hívni magukat. Nincs bibliai joguk. Jézus tehát azt mondta, menjetek és tegyétek tanítványokká a népeket. És az a baj, hogy nem tartottuk meg a parancsolatait. Persze voltak csodálatos kivételek. Elmondom a problémát azzal kapcsolatban, ha olyan gyülekezeti tagokká teszitek az embereket, akik nem tanítványok. Először is hamis képet adnak a világnak arról, hogy mi a kereszténység. Hányszor hallottátok már, hogy nos, ha ilyen a kereszténység, akkor nem akarok a része lenni. Én se szeretnék. De a kereszténység nem ilyen. A kereszténység bemutatása a tanítványság. Az Apcsel 11. része 26-os versében, az utolsó mondat ebben a versben, Apcsel 11.26. És a tanítványokat először Antiókiában hívták keresztényeknek. Kiket hívtak keresztényeknek? Nem hallom. A tanítványokat? Így van. És kinek van joga, hogy kereszténynek nevezzék? Tanítványok? Senki másnak sincs bibliai joga. Használják a címkét, de ez nem rájuk érvényes. Csak a tanítványoknak van joguk arra, hogy kereszténynek hívják őket. Látjátok, ez nem egy különleges változata a kereszténységnek, hanem visszatérés az eredetihez. A Máté 16-ban, a 24. és 25. versben Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Számomra a keresztény legegyszerűbb meghatározása az, hogy valaki követi Jézust. De ennek két előfeltétele van. Nem követheted Jézust, amíg nem tettél meg két dolgot. Amik, tagad meg magad, és vedd fel a keresztedet. Megpróbáltod követni Jézust, de nem fog menni. Ő ezt kizárta. Lehetetlen. Tehát mindannyiunknak két dolgot kell megtennie. Tagadjuk meg magunkat, és vegyük fel a keresztünket. Mi a te kereszted? Nos, valaki így határozta meg. A kereszted az, ahol Isten akarata és a te akaratod egymást keresztezik. Nem követheted Jézust, ha a saját akaratodat teszed. Lehetetlen. Tagad meg magad. És vedd fel a keresztedet. A kereszt a kivégzés helye. Kitaláltam egy kis mondást, isteni végzés a kivégzés. És ide kell eljutnunk neked és nekem, a kivégzés helyére, ahol megtagadjuk magunkat, felvesszük a keresztünket, és követjük Jézust a kivégzés helyére. Utána már követhetjük. Azt mondod, nos, princ testvér, ez nagyon radikális. Az, de az Új Szövetség is az. Ez egy radikális könyv. Krisztusinak lenni az egy radikális dolog. És nem hiszem, hogy túlélhetjük a mostani nyomást, ha nem vagyunk radikálisak. Isten a megfelelő fanatikusokat keresi. Valaki úgy határozta meg a fanatikust, mint aki jobban szereti Jézust, mint te. A következő kategóriába azok tartoznak, akik nem hajlandók szembenézni a szenvedés vagy az üldöztetés lehetőségével. Előbb vagy utóbb biztosan meg lesznek tévesztve, mivel a Biblia világosan figyelmeztet minket. Számolnunk kell azzal, hogy szenvedéssel és üldöztetéssel fogunk találkozni. Péter ezt mondja az első levelében, a 4. rész első két versében. Mivel Krisztus testben szenvedett, fegyverkezzetek fel ugyanezzel a gondolkodással. Más szóval, készüljetek fel a szenvedésre.
Ehhez az a megjegyzésem, hogy Isten népének nagy részét ma fegyvertelenül küldik ki. Nem számolnak azzal, hogy létezik a szenvedés. De ez a keresztény élet része. Hozzátartozik ahhoz, ahogyan Isten bánik velünk. És bárki, aki csak jót ígér, kimondom, kertelés nélkül, hamis proféta. És aztán Jézus a Lukács 24-ben, amikor megbízta az apostolokat, közvetlenül a feltámadása után, Lukács 24, a 46-os, 47-es versekben, azt mondta nekik, az apostoloknak, így van megírva, és így kellett Krisztusnak, a Messiásnak szenvednie, és harmadnap feltámadnia a halálból, és hogy a bűnbánatot és a bűnbocsánatot kell hirdetni az ő nevében. Úgy találom, hogy a hirdetésben van egy sorrend. Ítélet, bűnbánat, bűnbocsánat, és aztán a hit. Az a hit, amely nem kapcsolódik a bűnbánathoz, vagy nem abból indul ki, hamis hit. Nem újszövetségi hit. Az evangélium legelső hirdetésétől kezdve az üzenet az volt, hogy tartsanak bűnbánatot. Valójában a Máté 4.17-ben ez az egyetlen dolog, amit Jézus hirdetett. Egy szó, egy egyszavas üzenet, bűnbánat. Márk így idézi, tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban. De bűnbánat nélkül nincs igazi evangéliumi hit. Az egy hamis hitvány. Nem valódi hit. És hamis gyümölcsöt terem. És ezért vannak tele a gyülekezetek olyan emberekkel, akik nem úgy élnek, mint az igazi keresztények. Tudjátok miért? Mert nincs igazi hitük. Hamisítványuk van, egy pótlék hitük, amely megkerüli a bűnbánatot. Az Új Szövetségben sehol sem találunk olyan helyet, Mátétól kezdve a Jelenésekig, ahol a hitet a bűnbánat nélkül kínálják fel. Így ez egy hamis evangélium. És sokan ezt hirdetik. Aki ma valódi proféta, annak hangsúlyoznia kell a bűnbánat szót, mert a világ és az egyház mai állapota feltétlenül megköveteli a bűnbánatot. Lehet szórakoztató szavakat mondani, lehet szép proféciákkal előállni az emberek jövőjéről, de ha nincs felszólítás a bűnbánatra, akkor én kétségbe vonom, hogy az illető igazi proféta.